Jó napot kívánok! Itt vagyunk a Völgy 2000 Kft. Pincéjében. Engedjétek meg, hogy bemutassam Csermely Gábor borászt. Szervusz! Szervusz! Nagyon szép boraid vannak. Kérlek, mesélj a cégedről egy picit, és hogy mi a specialitás ezekben a borokban. És a főleg az üvegekben, igen. Hát ez a cég közel 12 éve működik, illetve pontosan. És ennek a célja az volt, hogy a különleges üvegformákat, illetve a bor az nem is annyira különleges benne, de természetesen jó minőségű, tokai furmint borra palackokat. Itt főleg a üvegek a formája, illetve a kivitelezése, ami igazán különleges. Láthatjuk, itt vannak a háttérben. Igen, majd ezért egy párat meg fogom mutatni. Ezeket az üvegeket, ezek azért különleges üvegek, mert ez minden üveg kézzel készül. Tehát kézi munkával bizonyos részeket lehet csak géppel elvégezni. Gondolok itt a üvegcső darabolásra, illetve a bot darabolásra, de a magát az üvegnek a formáját, a belső figurákat meg fogok mutatni, ami a üvegen belül lévő figurák, azokat mind kézzel. Visszatérve, amit említettem a korábbiakban, a két fajta, illetve minőségre, két teljesen más üvegformára. Tehát ugye mind a kettő üvegnek néz ki, üvegből is van. Ez a hutai üveg, ez a kvázi szabvány, ami a boros palackok is készülnek. Igaz, ez már egy exkluzívabb kivétel, ez egy ilyen négyszögletes. Ez pedig a mi fajta tűzálló üvegeink egyike. Tehát az a különbség például, hogy ebben az üvegben, ezt hogyha fölmelegítenénk, 1200 fokon készül ez a fajta palasz, de ezt fölmelegít, azonnal szétrobban, és szilánkaira törne. Tehát ebben például nem lehetne, ebben például egy szilva van belül. Ebben az üvegfajtában ez kizárt dolog, ezt nem lehet megoldani, mert ugye ez úgy készül, hogy láng fölött, csőből, botból megolvasztjuk az üveget, meg elkészítjük a benne lévő figurát, és utána összeforrad, magyarul összeolvad ez az üveg a másik üveggel, illetve a talp hozzá a legvégén, tehát ez mind-mind forrasztásnak az eredménye. Ezzel a fajta üveggel ezt nem lehet megcsinálni, ez azonnal széttörik. Ezért sokkal-sokkal drágább az alapanyag, legalább 10-szerese az alapanyagára ennek a tűzálló üvegnek. Utána, amikor elkészül egy ilyen palac, akkor még bemegy a kemencébe, 500-600 fokra, 8 órán keresztül kell felfűteni, hogy a feszültségmentesítés... Nem, ez Celsius. Celsius fokban, így van. Hogy a feszültségmentesíteni kell az üveget, hiszen az olvadás, a forrasztási pontokon ugye üvegbe feszültség keletkezhet, ami következtében bármikor elrepedhet, nem biztos, hogy szétrobban, de elreped, és akkor használhatatlan az üveg. Így pedig, hogyha bekerül a kemencébe, akkor ez a temperálással azt küszöböljük ki, hogy ez a kemence kivétele után létrejön ez a feszültség. Fantasztikus. Hát ez egy nagyon hosszú időtartam, mert 8 óráig fűt föl, és utána 8 óráig hűl vissza. Tehát nem úgy van, hogy berakjuk, igen, és kinyitjuk azonnal, mert akkor azonnal összetörik. Tehát ennek megvan a fokozata, hogy ezt hogy szabad hőkezelni. És hogy lesz ilyen kék? Meg zöld? Ebben az üvegben ugye egy szilva látható, ami, tehát azt kell tudni, mivel ez borral van töltve, így olyan anyag nem érintkezhet a borral, amiből kivonhat bármiféle vegyszert, káros anyagot a szervezetre. Ez az egyetlen olyan megoldás, tehát azért nem lehet festeni. Tehát utólagos festés nem lehet, mert a festéket meg az ólom tartalma nehéz, nem, stb. Is ez nem megengedett. Viszont létezik színes alapanyag. Igen. Nagyon drága, tehát sokkal drágább, mint a színtelen. De viszont ebből nem tud kioldódni semmi, mert hiszen az alapanyag a színes. Van. Így van, tehát ez a zöld a levél, és ez egy szilva, tehát ez kék. Említetted, hogy nem lehet akármilyen bort beleönteni, illetve akármilyen folyadékot ezekbe az üvegbe. Erről tudnál egy kicsit mesélni, hogy milyen feltételekre kell megfeleljen a főleg? Lehet, mindent bele lehet tölteni, tehát ez nincs gond. Csak ugye, ha borról beszélünk, az a bor az egy kényes folyadék, mert ugye abban rengeteg élőanyag, ha az nem úgy van kezelve, nincs pasztőrözve, nincs mikroszűrve, tehát mi olyan technológiával dolgozunk, aminek a végén elvileg abszolút steril lesz a bor, tehát az azt mondja, hogy ilyen 0,45-0,2 mikron most membránszűrő a vég szűrése, és úgy kerül közvetlen a palacba. Még így is néha előfordul, mert ugye, bármi, ha belemegy 5 darab élesztő, akkor az is tud valibát csinálni. De hál' Istennek azért most már van olyan tapasztalatunk, meg referencián, hogy ez nagyon ritka. Tehát ott valami vagy hibásnak kell lenni a szűrőgyertyának, vagy valamelyik tömítésnek, de azokat már észreveszünk. Tehát ha én házilag öntök bele egy kis bort, az valószínűleg egy kis hónap alatt tönkre megy. Az biztos, hogy kiválás lesz, borkő, akár borkőkiválás, vagy termolabilis fehérjék, kicsapódás, opálos lesz,
ez 100%. Viszont a ti eljárásotokkal itt ezek az üvegek évekig elállhatnak. Hát igen, igazából ugye volt törvény szerint erre nincsen jogszabály, hogy meddig kell elállni, de ilyen fél év, egy évet azért garantálunk. Oké. Az nagyon. És mindig elrakunk mi is ilyen ellenmintákat, amikor csinálunk egy ilyen projektet, hogy ott is a vitrínben lehet látni, hogy föl van a dátumhoz, vagy ezt ekkor töltöttük, elrakjuk, bármi van, most is ment ki a kínai szájt, már mindegyik fajtával el van rakva, sőt, őnek is, tehát a viselnek és a vevőnek, az eladónak, bármi van, akkor el tudjuk venni, hogy akkor. Mert lehet, hogy ez az a baj, hogy történhet a probléma abból és a szállításból, hogy a kontinent beteszik, hajóval heteken keresztül megy, kontinentben lehet 70-80 fok. Igen. És ez elvileg kibírja, de tehát mi nekünk úgy van a szerződés megkötve, hogy a normál, tehát a előírás szerinti tárolási körülmények meg kell felelni. Most tehát egy 80 fokos kontinens az nem merre szó. Mutasd meg egyszer, hogy melyik azok a darabok, amelyikre nagyon büszke vagy, és melyik azok, amelyik nagyon keresettek. Mindegyikre nagyon büszke vagyok. Önmagában mindegyik egy kiváló termék. Nagyon sok rétű, tehát igazából bármi kivitelezhető, akár ilyen formában, akár olyan formában. Hát egy pár dolog, ami nagyon szép, az például, ezt kiveszem innen a vitrínből. Főleg ugye az Amerikában ott is a hajózás nagy divatja van, és elég sokan űzik ezt a dolgot. Pár olyan üveget mutatnék, ami belül találta egy gyönyörű szép vitorláshajó, és maga az üvegnek a forma is szerintem egy elég exkluzív kis csíkos talppal, és önmagában egy egyszerű. Tehát vannak ennél sokkal bonyolultabbak, amiben például vörösbor van, csak itt mutatok egy ilyen szöllős, motívumos palackot. Hát az ugye azért szeretik az emberek, mert azért csak közel van a borhoz a szöllőnek, és ez azért van menne. Ami még egy nagyon szép üvegünk, sok száz mellett, ez a kombinált verzió, amiben található egy csavarás, egy kis trükkös üvegtechnikai megoldás, egy lukkal, és szintén egy vörös borral töltött fürt. Tehát ugye ez az a külső dolgok, ami a belső dolgok, amik vörösek, azokat külön vörös borral töltjük. Nagyon szép. Azért is elsősorban, amint említettem az előbb, hogy például egy ilyen fürtött vörös üvegből megcsinálni nagyon drága lenne. Tehát igen. Igen. Ez azért egy olcsó verzió, hogyha magából borral töltjük meg. És azt is meg lehet inni? Hogy? Pici kis parafadugóval van lezárva. A nagy semmi nem vészel. A nagy része az is szintén parafadugóval van lezárva, leviaszolva címke, és a pici rész is parafadugó, illetve szoktunk rakni egy kis vörös viaszt még ide a kis dugóra is. Ami még egy másik fajta üvegformánk, az maga a figura. Tehát amikor az üveg nem az üvegen belül van, tehát nem úgy történik, hogy van egy szabvány, vagy nem egy forma, csak abban belül van a figura, hanem önmagában az üveg van figurába formázva. Ez lehet állatfigura. Komolyan? Lehet. Ez egyik legkomolyabb termékünk a nagy vitorláshajó. Ez gyönyörű. Ez egy, hát ez nagyon komoly munka. Erről azt kell tudni, hogy ez egy kuriózum. Tehát ez még itt Magyarországon is az egyik legexkluzívabb termékünket, ezt a nagy vitorláshajó. Gyönyörű. Hát ez egy kényes üveg, tehát ez elkészítése is nagyon magas, ebből körülbelül egy ember egy nap alatt kb. 2 tud megcsinálni. Meg hát ez a sérülékeny, tehát erre nagyon vigyázni kell. De a maga nemében egy gyönyörű szép termék. Nagyon jó. És ez is üvegből van a holgonya? Teljesen, igen. Színes üvegből és van a holgonya. És minden is tudják holgonyozni, igen. És akkor lehet holgonyozni a hajót. Igen. És ebből... Szenzációs. Ami még egy